Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Radio hallgatót. A mikrofonnál Max-et halljátok, és az elmúlt napokban, hetekben elég sokat hallottatok az ehét szombati jótékonysági rendezvényről, amit ugye a rockpagodás Wiki Black Cake közreműködésével és támogatásával, meg még egy csomó más támogatásával rendeznek, és arról is hallottatok, hogy ez a rendezvény arról szól, hogy van egy srác, akit Müller Péternek hívnak, aki 2016-ban sajnos a cukorbetegsége miatt úgy járt, hogy amputálni kellett az egyik lábát, de hát én meg arra gondoltam, hogy mi lenne, ha én felhívnám azt a szemét, aki a legilletékesebb ebben, történetesen erről az úriemberről van szó. Müller Péter van a vonalban, szia! Szia, üdvözlöm a rádió hallgatóit! Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz egy picikét, hiszen ez a szombati rendezvény azon kívül, hogy persze egy csomó más dologról szól, de elsősorban rólad szól, úgyhogy én arra kérlek, Péter, hogy egy picikét mesélj magadról, hogy mi a te sztorid? Hát igazából a sztorim az 2005-ben kezdődött, hát a 30. születésnapomra megajándékoztak engem egy kettes típusú cukorbetegséggel, hogyha lehet így ajándéknak nevezni. Nagyon nem volt választásom, mert egy 24-es cukrot mért a házi orvos, ami után rögtön kórházba kerültem, és nem volt választásom, tehát rögtön inzulinos cukorbetegként regisztráltak. Tehát 2005 óta szúrom magamat folyamatosan. Ezzel úgy nem is volt semmi probléma. Majd 2016-ban jött a fordulat, amikor elmentünk a Velencei tóra fürödni, strandolni, és ott valamivel megvágtam a talpamat. És keletkezett egy seb a talpamon. És sajnos a cukorbetegség miatt ez a seb nem úgy gyógyult, ahogy kellett volna. Jártunk bőrgyógyászatra is, de sajnos elindult befelé, megtámadta a csontszövetet. Egy röntgen meglátta volna ezt a történetet, de mivel nem volt indokolt, így sajnos már csak amikor egy egyéb rosszul lét miatt kórházba kerültem, és megröntgenezték a lábamat a seb miatt, akkor már csak azt a tényt közölték velem, hogy teljesen elhalt a csontszövet, és úgy tudják megmenteni az életemet, mielőtt még súlyosabb szövődménye lesz, hogy térd fölött amputálni kell a lábom. Egyrészt ez nagyon szomorú történet, másrészt meg valaki, akkor én átérzem azt, amiről beszélsz, mert hogy te sem tudod, és igazából ugye azt az ember nem reklámozza, de alapvetően az én párom 31 néhány éve kisgyerekkora óta sajnos cukorbeteg egyrésztről, ugyanígy inzulinos, böki magát minden nap négyszer, de egyébként a párom édesapja is hasonlóképpen, és a párom édesapjánál is, meg páromnál is az szokott lenni, hogyha megvágják magukat, akkor nagyon-nagyon nehezen gyógyul. Én nagyon sajnálom, hogy ennyire, hát hogy mondjam, szerencsétlenül alakult a te életednek ez a része. Viszont ugyanakkor, viszont ha jól tudom, akkor ennek ellenére te egy nagyon-nagyon pozitív és vidám szemléletű ember vagy. Igen, tehát nagyon sok ember magába fordul. Most lehet, hogy ezért sokan meg fognak vetni, az önsajnálatba merítkeznek, de ezt el kell fogadni. Tehát én úgy akkor hoztam egy döntést, hogy jó döntés volt, vagy nem jó döntés. Én már azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, élet. Koncertre járok, ellátom magamat, autót vezetek, volt speciálisan átalakított autóm, most egy automataváltóval szerelt autót vezetek, mert hál' Istennek a jobb lábom, ami megmaradt, és így problémamentesen tudom kezelni a pedálokat. Tehát átalakítottuk az életemet, ebben nagyon sokat segít, most már a feleségem, idáig még nem volt csak a párom. Múlt hónapban 23-án volt az esküvőnk. Gratulálok! Úgyhogy nagyon sokat, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat segít benne a feleségem, és vannak nehézségek, ugyanúgy, mint bárki másnak, nekem is vannak rossz napjaim,
A protézisről meg csak annyit tudok mondani, hogy több protézist kipróbáltam, amit úgymondván az OEP 100%-kal támogat, de ezek úgynevezett felcsatolható mankók, ahogy a ortopéd műszerészem nevezte, amikkel meg lehet tanulni járni, de az aktív 100%-os mozgást nem adja vissza. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy és mi újság a lábaddal, hiszen alapvetően a szombati jótékonysági rendezvény az arról szól, hogy a te új műlábadra megy a gyűjtés, és akkor tényleg egy picit mesélj arról, hogy milyen is lesz ez a, hát hogy mondjam, ez a nagyon-nagyon hűn áhított, de teljesen jogosan áhított, és hát hogy mondjam, a vágyad ez a bizonyos műláb, ez hogy is néz ki, hogy kell elképzelni? Ezt a műlábat úgy kell elképzelni, hogy ez egy több tengelyen mozgó műláb. Tehát amiket idáig használtam, azok hajlottak, de nem volt benne olyan úgynevezett fékrendszer, ami egy picit jobban visszafogná. Meg nem lehetett úgy beállítani a testsúlyhoz, az aktivitáshoz ezt a lábat. Ezért a mozgás sokkal nehezebben volt kivitelezhető, mint amit most jelenleg kapok. Értem. Tehát az a lényeg tulajdonképpen, hogy hát nagyban megkönnyíteni a te dolgodat, és ha jól tudom, akkor gyakorlatilag simán egy bottal tudnál járni. Igen, most jelenleg ez egy teljesen aktív műláb, aminek a úgynevezett bokaizülete is a lejtőn emelkedőn való mozgást, vagy a nem egyenes felületen történő mozgást is csillapítja, illetve a térdüzelet is sokkal könnyebbé, rugalmasabbá teszi így a járásomat. És hát sokat számít a most szombati rendezvény is, amiről egy picit azért mesélek nektek, kedves Megszádió hallgatók, hiszen ez a bizonyos rokhangjai jótékonysági rendezvény a Voice Beat próbaterem udvarán lesz megrendezve. A Rock Nemzedék zenekar szervezésében talán már hallottátok a beszélgetést, amit a rendezvény fővédnökével, Megyeri Anikóval készítettem itt a Max Rádióban. A programot láthatjátok a Facebookon, egy csomó helyen fönt van, és ugyanúgy, ahogy a vendégek, a zenekarok, a gyerekprogramok mindennel együtt fönt vannak, amit nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a rendezvény támogatói a Rockpagoda, a Strada Rádió, Rockstar műsor, aztán a Pizza King Óbuda, és hát természetesen a Max Rádió, és én azt hiszem, hogy óriási köszönettel tartozunk minden egyes támogatónak, de a legnagyobb köszönettel azoknak, akik majd szombaton el fognak jönni, és ezt a bizonyos 2000 forintos támogatói jegyet megveszik, és ez egyben egy tombola is lesz, és este 10 órakor valaki bizony-bizony fog majd nyerni értékes ajándékokat. Én már tudom, hogy miket, de ezt most nem fogom elárulni. Maradjunk annyiba, hogy szombaton várunk nagy-nagy szeretettel mindenkit Budapesten. És hát Péter, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog lesz a te életedben ez a szombati nap. Jól gondolom? Igen, igen. Én ezt nagyon várom, ezt a eseményt. Egyrészt azért is, mert nagyon nagy fordulatot vehet az életem abba az esetbe, hogyha sikerül a műlábamnak az önrészét, mert igazándiból az önrészére gyűjtünk, amit nekem ki kell fizetnem, illetve az az összefogás, amit mondjuk így, hogy teljesen számomra idegen emberek megmozdultak, hogy ezért az úgynevezett nemes cél érdekébe összefogjanak, ez engem nagyon meghatott. Az a helyzet, Péter, hogy te is megtaláltad, ahogy így szoktak lenni ezek a dolgok, szóval a jó emberek megtalálják egymást, és azt gondolom, hogy itt a jó támogatók is megtalálták egymást, és mi közösen azért fogtunk össze,
hogy neked meglegyen ez a műlábad, ennek az önrésze, és én hiszek abban, hogy ez szombat estére össze fog jönni ez az összeg, és aztán én azt is gondolom, hogy még egyszer majd beszélgessünk egy jó pár nappal a rendezvény után, amikor így már túl vagyunk az egésznek a herce húcáján, és szigorúan jó értelemben mondom, akkor majd én várlak újra szeretettel téged ide a Max Rádióba, jó? Természetesen, tehát nincsenek semmi akadálya, hogy lezajlik a rendezvény, akkor utána tudunk beszélni. Jó, rendben, kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben magát Müller Pétert hallottátok, akiről szól az egész szombati rendezvény. A rendezvényhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok minden szervezőnek, és természetesen neked is, Péter, jó egészséget, és akkor legközelebb pedig innen fogjuk folytatni, jó? Nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel. Oké. 27-én. Így van, tehát most szombat, 27-e, Budapest, a Voice Beat próbaterem udvara. Szerintem már mindenki tudja kívülről. Péter, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szia, szia! Sziasztok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.